Kők. Köszönöm a szót, és hát először is köszönteni szeretném a megjelenteket. Néhány mondandomban, gondolatomban, Isten bizony nem beszéltünk össze, ugyanezeket a dolgokat fogalmaztam meg, amit itt eddig elhangzottak. Lehet, hogy ismételni fogom önmagamat, vagy az előttem elhangzottakat, de amikor összeállítottam a mondandómat, akkor ezeket láttam fontosnak. Május 1-e lévén, május 1-e szellemiségéről szeretnék pár szót mondani először. Ugye Sör, Virsli, Luffy, Majális és Chicago többségünknek ez jut eszébe május 1-éről. A munkásmozgalunk első eredménye az a 8 órás munkaidő volt. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ugye mindenki ismeri. Ezt Robert Owen fogalmazta meg körülbelül 1817-ben először. Akkor a munkások több kisebb sztrájkkal próbálták jogaikat érvényesíteni, de nem volt törvényi szabályozás erre. Volt jog, de nem volt hozzá törvény. Közel 200 évvel később, most az Orbáni Magyarországon van törvény, de nincs jog. Az új munkatörvénykönyve jogfosztottá tette a munkavállalókat, ahogy itt az előzőekben már elhangzott. Nem szeretném még egyszer ugyanezt kibontani. Elhangzott az is, kedvezőtlenebb lett a munkapótlék, a dolgozóknak a kiszolgáltatottsága nagy mértékben megnőtt. A sérelemért és segítséget szeretnél kérni, akkor a szakszervezethez tudsz fordulni, de a szakszervezetek jogait jelentősen, súlyosan csorbították. Új törvény kell, ez megfogalmazódott az előttem elhangzottak által is. Én is ezt a nézetet vallom, mindenféleképpen a munkatörvénykönyvét újra kell alkotni, vagy oly mértékben módosítani, hogy a jelenlegi áldatlan állapotok ebből kikerüljenek. Mit is hozott nekünk az Orbán kormány eddigi regnálása? Megfigyeléssel fenyegetett köztisztviselők. A közalkalmazottak megfélemlítése. Tudom, napi szinten beszélek ilyen emberekkel, és azt mondják halka észőjelbe, nem mondhatok semmit. Ez azt hiszem önmagán mindent elmond. Az Alkotmánybíróság szétverése. Ez immár korlátozottan ellenőrizteti a jogszabályokat. Sőt, mi több, egyre több pártkatona van a jegybankban, a pénzügyi gyelepben, költségvetési tanácsban, monetáris tanácsban, így van, és most már az Alkotmánybíróságban is. Médiatörvény, botrányos. Gyakorlatilag a cenzúrát hozta a idézőjelbe tett közszolgálati médiába. Az ellenzéki pártok megszólalni nem tudnak, vagy ha esetlegesen valamilyen szinten bele is kerülnek, akkor negatív felhanggal, vagy csak negatív környezetben, vagy ilyen jellegű hír jelenik meg róluk. Vagy ha nincs negatív hír, akkor kreálnak hozzá. Hát folytatnám, béremelés ígéretével pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat becsapták. A minap egy egészségügyi dolgozó mondta nekem, hogy megint csökkent a bére 6000 forinttal, mert amit eddig kapott juttatást, azt most már megszüntették. Visszamenőleges hatállyal módosították a megszerzett jogokat. Magyarországon ma nincs jogbiztonság. Ha egy törvény nem tetszik, akkor egyéni képviselőindítvánnyal módosítják azt, és ez lehet akár az alkotmányt leváltó alaptörvény is. Ugye négyszeri módosításán már vagyunk már túl. A brutális válságadók vezetésével súlyos gazdasági nemzetközi károkat okoztak, emiatt csökkent a hitelezés, nőtt a banki telekommunikációs szolgáltatások ára, és tudjuk, hogy még egyre több új és újabb adó kerül bevezetésre.
hát ellopták a magánnyugdíjakat. Egy forinttal nem számoltak el, amire elvették, az államadósság nem csökkent. Az eddigi tevékenységük alatt nőtt az ország kockázati felára, a hitelminősítők, hát tudjuk éppen, hogy hova sorolták be az országunkat. Az előző ciklusban a folyamatos építkezés volt, kormányváltás óta ez gyakorlatilag megszűnt. Ami épült, a Mercedes, az Audi, vagy éppen Szolnokon a Stadler, az még az előző kormány hozta be gyakorlatilag az országba. Az egészségre káros hamburger adót bevezették, de pálinkát bárki főzhet. De ezzel is most, ha jól tudom, kötelességszegési eljárás indult az országban ellen. Évről évre rosszabbul élünk, jóval drágább az élelmiszer, az üzemanyagár az egekben. Egyre több embernek gond a napi megélhetés biztosítása, az élelem beszerzése, a lakás fenntartása. A kettős állampolgárságúaknak a szavazati jog megadása megosztja a határon innen és itthon élőket. Ráadásul igazságtalan az itt adót fizetőkkel szemben. Az én álláspontom ez. Az elrontott kormányzás és gazdaságpolitika miatti népszerűségcsökkentést a rezsicsökkentés erőből történő bevezetésével akarják orvosolni. De, kérdezem én, ki fizeti meg ennek az árát? Rövid úttávon a rezsicsökkentés természetesen népszerű intézkedés, és ki ne támogatná? Én is azt mondom, hogy hát, hogyha valami lehet olcsó vagy kevesebb, az, az támogatandó. Azonban álláspontom szerint itt is az igazságtalanság tűnik ki, mivel akinek sok van, több a rezséje, gyakorlatilag többet kap. A közfoglalkoztásról is esett már szó. Ennek a munka, hát nem is tudom mi ez munka, gyakorlatilag ilyen alamista jellegű közfoglalkoztatás, mert már gyakorlatilag oda bekerülni is azt lehet mondani, hogy megalázó, de egyáltalán az ezért kifizetett bér végképp megalázó. Ez teljesen kiszolgáltatottá teszi az embereket. Még tudnám, és biztos vagyok, nagyon sokan vagyunk itt, akik tudnák folytatni ezt a felsorolást. Én itt most ezt abba hagynám, és lassan azzal zárnám a soraim, hogy egy legyengült félelemben élő nemzet, hogy jobban teljesítő idézőjelben ezt a jobban teljesítő kormányzás megszűnjön. Ugye mindenütt látjuk, hogy az ország jobban teljesít. Hát tudom miben. Ennek a célnak a megvalósítására jött létre a szolidaritás mozgalom. A szolidaritás mozgalomról... Bocsánat. Van egy szórólapom, ami gyakorlatilag mindent leír, ezt itt a pultnál meg lehet találni, bárki elolvashatja. Rajta van a szolidaritás célja, illetve az Együtt 2014 mozgalomnak a célja. Hát a szolidaritás része az Együtt 2014 párbeszéd mozgalom ér szövetségnek, amely jelenleg országjárást folytat, és holnap a szolidaritás csoport vendégeként Szolnokon a Hiltéren az Abonovát Vilmos Műhődési Központ előtt 13 órakor tartanak fogadóórát, amelyre ezen minden érdeklődőt meghívok. Vendégeink lesz Székely Sándor, a Szolidaritás Mozgalom társelnöke, Szilágyi Péter, Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselő, és Juhász Péter Milla. De a mai nap ne csak erről szóljon, én kívánok mindenkinek nagyon szép napot és kellemes kikapcsolódást, és jó étvágyat az ebédhez. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szolidaritás! Azért az ebéd előtt még kíváncsi Imrének mindenki.